8. családi sportnapok záróakkordjaként a bringás csapatunkkal. Célba veszik a sugóbarlangot és tetszés szerint majd aki akarja, meg is tudja látogatni környékünk egyik kiemelkedő látványosságát. Hát csak annyit szeretnék, hogy ilyen 5-6-os csoportokba kellene menjünk, mert aszfalton lesz menés, és a csoportok között egy ilyen 10-15 méter távolság. 9 óra után is még gyűjtünk. Jó kis csapat gyűjt össze így a mai nap, reméljük, hogy kitart napsütésben is. Na hát a kis eső lesz, hát majd a kaszka megvír. Gondolom. A tempó az természetesen nem lesz hajtás, hisz gyerekek is vannak, és próbáljuk érezni ezt a mai napot, amennyire lehet. Egész jól alakul a mai nap, bringások szép számmal vagyunk, az idő is jónak alakul, előttük Jegyőszent Miklóst, reméljük, hogy kitart úgy a hangulat, mint az idő a mai napra. Hello! Tegessélem! Most kell! Tekerőpatakra érkeztünk, úgyhogy fogynak a kilométerek. Tekerőpataknak itt most már vége, úgyhogy az első elágazásnál ide eltérünk a sugóbarlang irányába. Most ugyan nem aszfaltos az út, de legalább biztonságosabb. Biciklizés szempontjából. Ez túra jellege is lenni. Kis pihenő, hiszen a meleg az veti magát rendesen. Az első hivatalos megálló. Milyen kecsesen tetszenek pedálozni? Nincs meleged véletlen? Mesélj el valami magadról? Forrás az nincs úgy, hogy mindenki azt hiszik, amit akar, vagy amit megbír. Aztán, hogy valami száraz dolog, az fasz. Neki lendültünk, persze most nem olyan nagy iramba, mert azért a hágó azért
Ebben a melegben kiszívja az emberből azt a kis energiát is, amit még bele akart adni a mai napon. Minden tiszteletem azoknak a hölgyeknek, akik most itt mindent beleadnak, még élvezzék is a mai túrát. Élvezem a túrát. Vezed a mai napot? Igen. Szuper, na jó van. Nézzük meg, hogy ott elől mi van. Mert láttam, ott bírják nagyon. Hogy én izadok, az biztos. Elő a gyerekek, nagyon jól bírják ezt. Ez a rendület. Ez totál. Hát, hogy most ránézek a vízre, ha mindenképp üsítő jellegű, gondolom sokan vannak most így ezzel. Hajrá, hajrá, nincsen mások hátra, de kicsit kevesebb, mint amennyi volt. Ez ilyen, nem semmi. Az igen. Azt mondtam, ha most magot nem tudom kihozni, akkor már többet soha. Akkor is ilyen meleg volt? Meleg. Korábban említettem, tulajdonképpen a Súgó felé tartunk. Most már jól látszik a sipos tömbje is, amelynek a gyomrában helyezkedik el a Súgó barlang. Nem szégyen! Én is így jöttem ki, itt. Nem így hivatkozva mindenki azt hiszik, amit tud. Hát ez most a Súgópataka. Na jó, melegen is jó. Most a nekifutás a Súgóbarlang itt, lehet látni most már húzósabb a rész, úgyhogy többen is taszítják a biciklit, és ezzel semmi gond nincs, hiszen lényeg azon van, hogy jól érezzük magunkat. És persze jussunk is el a helyszínre. Köszönöm szépen! Na, itt közben csaptatunk fel a lépcsőkön a mellékházhoz. Szépen ki van építve az ösvény. Akkor úgy néz ki, hogy itt is vagyunk a Súgóbarlang védett területén. Indulunk a Súgóbarlanghoz is. Továbbra is ágó van, hogy jobb legyen. Na hát, ez a szépsége a mai napon. Turista ösvény, amit említettem, szépen ki van építve is metetőkkel. Na persze, hágó az hágó maradt. Ha-ho! Hát is vagyunk a Súgóbarlangnál. Volt a bicikli és út után. A fotózkodások, hogy nehogy majd a végén ne lehessen, valamilyen oknál fogva ugye vár. Túravezető csapat is.
már a sugóbarlangba. Úgyhogy nem fogunk bajonban, csak úgy, ahogy akarunk. Szerencsére. Majd a sugóbarlang ajtaja. A kérdés, hogy beégik-e az árat. Sugóbarlangunk a Gyergyói Havasokban helyezkedik el. Van nekünk egy olyan hegyünk, a Sípos-kő, vagy Sípos, hogy biztosan hallottak róla, ami 1568 méter, és mi most 1060 méteren vagyunk. Ugye itt helyezkedik el a Sugóbarlang. Tudni kell, hogy Mészkőbarlang, ugye Cseppkő barlang, és fogunk látni képződményeket, stalaktitokat, vagy függő cseppköveket, stalagmitokat, vagy álló cseppköveket, illetve stalagnátokat, vagy oszlop cseppköveket, amikor ugye összeér a függő és az álló cseppkő, akkor lesz a stalagnát. Az első száraz járat, tehát az a legfelső szint az az, ahol mi be fogunk menni. Tehát mutatom, hogy itt vagyunk most. És ezt az utat fogjuk végigjárni, egészen a nagy teremig, és utána a zene teremig. Tehát ez a legfelső szint, az egyes száraz. Van a kettős száraz, ami 10 méterrel lennébb van. Van a vizes, az aktív vizes járat, amit ugye hallunk, hogy lent csordogál. És van a negyedik szint, a legalsó, az összekötő járat, ami összeköti a felszíni járatokat és a vizes járatot. Azért lett öltöző a neve ennek a teremnek, mert a barlangász bácsik, amikor jöttek, tehát így 1930-as akkor elmondom itt kint, hogy az lesz a tanácsterem, ahol eldöntötték a barlangászok, hogy meg fogják fedezni a sötétséget, mert hogy stalaktit, vagyis függőcseppkő maradványokat találtak. Ha megyünk befelé, akkor rögtön meg fogják látni, elég magasságban. És hát úgy döntöttek, hogy amikor meglátták, hogy felfedezik a barlanghoz, felfedezik a sötétséget. A második kőkaputól, ahol átbújtunk, onnan elkezdődött a felfedező csarnoka, és hát most ugye itt vagyunk a felfedező csarnokában, hogyha felnéztek, akkor itt már látunk ugye képződményeket, stalaktitokat, vagy a függő cseppköveket, stalagmitokat, vagy álló cseppköveket. Ha néztek itt egy pici kép, akkor látható az első stalagmátja a barlangnak, vagy oszlop cseppkövet állítani. Ugye egy medúzára hasonlít, és ő azért érdekes, mert ő kettő legyen, ugye fentről csöpög lefele, és a kalcit igazából, alkotja ugye a stalagmitot, folyik tovább a víz, és a medúza alján alkotja a stalaktitot. Akkor ott látunk
ők az óriás babolszerű pár, akik hátra vannak, majd ők is meg fogják látni. Tehát olyan, mintha szemek lennének egymás mellett, és alatta van egy nagy-nagy hatalmas üreg. Hát ő az anyósztály nevet kapja. Két foga is van azért, hogy zárjásom legyen. És ne, hogy ne csak az anyósokkal csúfolkodjunk, itt van fölöttük az apósztály is. Egy kicsikét kisebb. Tehát az elvarázsolt, hogy elveszett világgal szemben állunk, és azért kapta ezt a nevet, hogy hátul van az oltár. Meg van mindenkinek? Előtte van egy szobor, itt hallottam az előbb valakik beszélték, hogy kinek a szobra ő? Mária. Mária szobra, igen. Látható? Mária hátánál vannak a pásztorok a kutyákkal. Az öntőben. Két kínai tornát. Nagy darás nézzük, mert pont meleg. Itt elő van a karácsonyfa. Látjátok? És a karácsonyfa hátánál van egy bácsi puttonnyal a hátán. Mikulás. A Mikulás. Látjuk, jó. Na, tehát az elveszett világunkkal véget is érte a felfedező csarnika. Újabb teremben vagyunk, méghozzá az örvények terni, hogy felnézzen, amikor hét darab örvényt láthatunk. És az utolsó volt kilométer kötél. Ez a kötél egy újabb terembe vezet, a Miklós terembe. Ha van Miklós, akkor nyugodtan megpróbálhatja az eljutást oda. Kicsikét nehéz is oda az eljutás. Kell mászni szűkületen, majd szűkületen ereszkedni. És végig húzzuk a lábánkat, akkor látok egy tektonikai repedést, amiről azt tartják, hogy ennek a repedésnek a mentén alakulhat ki a bal. Nos, tehát egy olyan terembe érkeztünk, méghozzá a nagy terembe. Azért lett ez a neve, mert ez a legnagyobb terme a barlangunknak. És hogyha felnéztek, igazából átnéztek oda a mennyezetre, és végig húzzátok a lámpát, akkor látok egy szép cseppkősávot. Köszönöm. Tehát lassan el is érkeztünk a utolsó előtti terembe, ez az ödön terem. Hogyha felvilágítunk oda, fel a sarokba, akkor láthatjuk, hogy nagyon hosszú stalaktitok, vagyis hűtő cseppkövek vannak. Ezek több mint 60-70 cm-esre is meg tudtak ülni, mert ugye nem tudták ülni a letörni, nem érték el. De hogyha végighúzzuk a lámpánkat, akkor itt is látok egy szép cseppkősávot, mint a nagy terem volt. És itt jövünk lefele, akkor itt látható a kínai nagy fal. Akkor látunk egy szép lefolyást, ez a megkövesedett vízesés, vagy elefántfejet, vagy fogalak. Teremben ez a zeneterem, és onnan kapta a nevét, hogy hallatszik, hogy jó az akusztikája a terem. Ott mozgatom a lámpát, egymás mellett, régen úgy álltam a cseppkövek, mintha egy szilókont arnának, és amikor bejött a gyász, vagy a turista vezető, szépen megkozogtatta őket, akkor mindegyiknek más hangja volt, és ugye nagyon szépen hallatszott ebben a teremben akusztika miatt, ezért a zeneterem a neve. Ennek a barlangnak van egy úgymond külön fülkéje, ami ugye itt van. Ugye mondtam, hogy a barlangjászok általában több napra jöttek, vagy hetekre. És ugye itt tartottak. Majd amikor közelé fogtuk jönni, akkor meglátjátok, hogy cementeszégeket ragasztottak. Kihúztak ide egy valami plédet, vagy burtot, vagy bármit. És ugye elszigetelték magukat az úgymond külvilágtól. Ebben a teremben szoktak koncerteket is tervezni, sőt, szerintem a Babos Imre Dance Camp mindenkinek ismerős. Az egyik videó itt készült. Na itt, hogy csinálok egy kimenő jelenet, Csaba. Na, hát igen. Na hát a barlang látogatásunk most már lassan véget ér. Hova is szokják egy kicsit? Oda!
csízeti, kacogni, meg nem edni, meg szóval. Meg vagyunk, kéne a telefon. Visszafelé jövő a barlangtól. Hát látszik, hogy egész komoly forgalom van ma a Sugó barlangnál. Itt komoly csoportok jönnek, mennek, úgyhogy nyerő a mai nap mindenki. Aki teheti, jön el a Sugó barlanghoz, gyalogautóval, biciklivel, megéri mindenki. Hát így a végére a turának a záró szakasza következik, ereszkedünk vissza a Sugó patak mentén, tekerőpatak irányában.